Tisza Szülős község önkormányzatai már 15. alkalommal rendezte meg a község lakói és a szomszédos településekről érkezők számára a falunapot. A szokásoknak megfelelően augusztus 4-én pénteken este kezdődött a rendezvény, majd szombat délelőttől vasárnap hajnalig szórakozhatott a nagy közönség a Nóbordán. Szombaton délben volt lehetőségünk megszólítani Kerekes Andrást, Tisza Szülős polgármesterét és Kovács Sándort, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. A szép múltra visszatekintő szőlősi falunapon ezúttal is több tiszafüredi művészeti csoport, a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar, a Tiszafüredi Mazsorettekért Egyesület és az Extreme Dance Team táncosai is felléptek. Sem a fiataloknak, sem a délután előadóinak nem volt könnyű dolguk, hiszen rekkenő hőségben kellett szerepelniük. A közönségnek kicsit könnyebb dolga volt, mert a székeket, padokat a nagy fák alatt helyezték el, és kiki hűsíthette magát valamilyen üdítővel. A legnehezebb dolgok azoknak volt, akik a közösség számára, vagy éppen a káposztás ételek versenyén főztek, illetve álltak a bográcsok, üstök mellett, hiszen őket a tűző nap és a forró étel is melegítette. A falunap programjának vázlata, váza évekkel ezelőtt kialakult. A péntek este valamilyen görög műsorral, színházi előadással és zenével telik el, a szombat délelőtt a művészeti csoportoké. A jó ebédhez a muzsikát ezúttal az éneklő szakácsok biztosították. Augusztus 5-én délután és este neves könnyű zenei előadók nyújtottak szórakozást, ezután tűzijáték következett, majd a fiatalok számára hajnalig tartó utcabállal zárult a kétnapos rendezvény. A kisgyermekkel érkező családok a színpadi műsorokon kívül más szórakozást is találtak, kézműves foglalkozásokat, ugrálóvárat, csúszdát, arcfestést. Mindenkinek érdemes volt megállnia a zöldségszobrász mellett, a vörös keresztes sátornál, vagy nézelődni a kirakodó vásárban.
A most következő riportban Kerekes András polgármester a falunap programjáról adott tájékoztatást, illetve megköszönte a rendezvény szervezésében közreműködők szorgos munkáját. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke azt mondta el, hogy nem csak helybéliekkel, hanem fürediekkel, karcagiakkal is találkozott a falunapon. Kisebb tömeg gyülekezett össze a Nóbordán Tiszaszőlősön, hiszen itt a falunap. Elég népes a felhozatal, a programok színesek. Egy kicsit megkérdezik a szervező polgármester urat arról, hogy tapasztalatok, élmény alapján eddig milyen a program? Én úgy gondolom, hogy a háttérben látszik a tömeg is. Én azt szoktam mondani mindig, hogy igaz, hogy lehet, hogy nincsenek ezren, de a településhez képest ez nagy számnak számít, hogy egy 1500-as településnél azért, hogyha kilátogatnak 800-an vagy ezren, azért az már egy tömeg. És úgy látjuk azt is, hogy a környező településről is nagyon sokan átjöttek megnézni ezeket a műsorokat. Ráadásul az időjárás is kegyes, mert nincs az a nagy kánikula, ami az előző napokban jellemző volt, még egy kis szellő is fúj. Hát igen, a szál Istennek megúsztuk, a tegnapi napon nagyon kegyetlen volt, de hát megkegyelmezett az időjárás, és egy 2-3 fokkal biztos, hogy hűvösebb van, de itt a fák alatt azért elviselhető. Egy picit beszéljünk arról, hogy milyen program várta, várja az ide kilátogatókat. Van például főzőverseny, koncertek. Igen, már a főzőverseny az megtörtént, már a zsűrizés és majd eredményhirdetés következik. Hát megpróbálunk minden rétegnek valamilyen szórakozás lehetőséget biztosítani, tehát lesz a gyerekeknek ugrálóvár, csúszda, kézműves foglalkoztatás, tehát arcfestés, bohóc műsor, lesz ezen túl még rúpihajtogatás, de minden más egyéb műsorok is, a szórakoztató, a komoly zenével és este pedig a Tarzi Bár élő koncertjeivel zárulni, vagyis nem zárul, mert még a tűzi játék és hajnali 3-ig a zene is lesz. A községnek ez a legnagyobb rendezvény, aminek már azért jelentős múltja van. Hát igen, mert 15 éve rendezünk meg a falunapot, tehát mondhatnám azt is bátran, hogy mióta levált a település, tehát ez a függetlenség napja. Köszönjük szépen, akkor sok sikert a mai napot. És akkor a Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlés elnökét, Kovács Sándort is köszönhetjük. Hogy érzi magát Tiszaszőlősön most itt éppen? Nagyon jól, hiszen én már sok alkalommal voltam itt Tiszaszőlősön, és egy jó hangulat, és nem csak a tiszaszőlősiek érzik itt jól magukat, én találkoztam tiszafüredi, de még karcagi ismerősökkel is. Én azt gondolom, hogy itt a környéken a rendezvényekre egymás rendezvénye is szívesen járunk, hiszen egyre színvonalasabb rendezvények vannak itt a környéken is, és Tiszaszőlős is mindig kitesz magáért, minden évben van valami új, valami fejlesztés, úgyhogy megőrzik a hagyományokat is. Ráadásul az ilyen falunapok mindig nagy tömeget vonzanak, az ilyen közösség, toborzó eseményeknek, ahol összegyűlnek, beszélgetnek az emberek, mi az előnye, mi a jelentősége emellett? Úgyhogy kötelezőnek formában tudnak az emberek találkozni, beszélgetni, ez nem a munka, nem a munkahely, hanem sokkal lazábban lehet elmondani a véleményünket, ötleteinket, kivel mi történik, és nagyon sok olyan emberrel találkozik az emberrel, akivel talán hétköznap nem, és oldott környezetben olyan jó régi ismerősekkel találkozunk, akikkel valamikor csak egy évben egyszer találkozunk, ilyenkor a falunak. Őre is igazán is találkozott most ismerősökkel? Igen, mondtam, hogy tiszafürediek, de még karcagiakkal is találkoztam, és ez kellemes meglepítés, hiszen polgármester úr azt mondta, hogy ez egy kicsi település, egy kis falu, és a kis falu közönségének, de azt látom, hogy a környékből is, távolabbi vidékekről is jönnek ide, és nagyon jól érzik magukat. Ráadásul a gasztronómia erősen jelen van ezen a rendezvényen is. Kóstolás után mit tudna mondani, hogy sikerültek a főzőcsapatok, milyen teljesítményt nyújtottak? Különleges volt, hiszen nem egy kategória volt, hanem káposztás ételek voltak, és a töltött káposztától a toros káposztáig, a káposztás tósnéig minden volt. Nagyon komoly, nagy fantáziával megalkotott ételek voltak, és hát nem volt nehéz dolga a zsűrinek, mert igazából mindegyiknek lehetett volna az első díjat adni, de el kellett dönteni, hogy mi az a 3, mi az a 4, amelyik legjobb volt a maga kategóriájában. Nagyon finom ételeket kóstoltuk, és hát a zsűrinek ami hátránya, hogy sokfélét kell enni, az előnye is, hogy itt az ebédet megspóroltuk, hiszen nagyon jó ételek voltak. Rettentő fantáziadós, ami már csak az ötlet is megfogott bennünket. Köszönjük szépen, jó szórakozást! Köszönöm, biztos vagyok benne, hogy lesz.
Uniós város, Kapaós legváros, Töpres, Szedres, Vegyes, Emeletes, Lehettem már jár. Még egy pedig, hát itt az Őgyösi utcán benézek, azt látom, hogy innen járnak tőle már. Hát nem is szép az, mikor nyám nyog a lány is. Mondalizát láttam a határon, úgy lámzott a göndör szőre tanya szélen, több tűz valót védett, mint a télen. Úgy lámzott a göndör szőre tanya szélen, tíz valót éged majd a télen, mert nem kihízott a diszkó, ne is lát. A véges város kurkát megcsináltuk, kolbászt gyúrtunk és ütettük lepertőnket, azt megtöbhettük végre a bennünket. Kolbászt gyúrtunk és ütettük lepertőnket, azt megtöbhettük végre a bennünket. Mert mi jó beraktunk a sok elzsától, és a hasuk megtön igazából. Nem megítunk rá sok piros portájatában, neve kihallott a nóta a tanyából. Nem megítunk rá sok piros portájatában, ez kihallott a nóta a tanyából. Mert szép menyecskék voltak a közelünkben, de beleültek mindjárt az előnkben. Fehér népet szorongattuk lenn a szányon, így maradtuk lenn a Hortobágyon. A fehér népet szorongattuk lenn a szányon, így maradtuk lenn a Hortobágyon. Hey!
fizetek érte. Szép lányok, asszonyok, nagy eladó csókotok, vennék belőle, csukka fizetek érte. Szép lányok, asszonyok, nagy eladó csókotok, vennék belőle, csukka fizetek érte. Nagyon szépen köszönöm!